A lábadot és kadarkodat összekötő útszakaszon egy tábla hívja fel az emberek figyelmét egy elrejtett kincsre, a Petesmalmi Vidra Parkra. A nyár folyamán két kis vidrával gazdagodott a létesítmény, így az eddigi lakók mellett az új párt is megnézhetik az érdeklődők. Lentiből kaptam őket, ilyen 3 órás különbséggel találták meg a két kölköt, valószínű, hogy egy alomból lehetnek. Hát, mint láttátok, tündériek, iszonyat édesek, és nagyon sok meló van velük. 2-2,5 óránként cumisztatom őket, éjjel-nappal ugye dolgozom. Úgyhogy most egy pár hónapig ilyen zombi leszek, de nagyon megéri, mert olyan tündériek. Mint minden kicsit, őket is elkeresztelték már a park munkatársai. Lutrinak hívják a kislányt, őt a megtalálói nevezték el, és hát ehhez idomulva próbáltam valami nevet találni, és hát a Lotto az olyan kicsit nem jól hangzott volna, és maradt a Totó. Úgyhogy a kisfiú Totó, a kislány pedig Lutri. A vidrák sorsa még nem eldöntött, több tényezőn múlik jövőjük. Elképzelhető, hogy idővel szabadon lesznek engedve, de az is lehet, hogy a későbbi évben is a parkot fogják gazdagítani. Ezt majd a jövő fogja eldönteni. Amikor megkaptam őket, én rögtön vittem doktornőhöz, Gibizer Zsuzsihoz, akinek nagyon-nagyon sok kis vidrám köszönheti az életét, és tudom, hogy nem a reklám helye, de muszáj elmondanom, ha vasárnap éjjel van baj, akkor csak annyi, hogy gyere, természetes azonnal, és tényleg ő a mi tündér doktornénink, nagyon-nagyon sokat segít. A nyáron érkezett apróságokkal együtt a park immár 6 vidrának ad otthont. Aladár és Luca, aztán Dana és Ábel, és a két műtyürke. A park élete felpesdült, hiszen Balogh Mártának a vidrákkal rengeteg dolga van. Az intézmény egész évben nyitva tart, így az érdeklődők bármikor találkozhatnak Lucával, Aladárral, Ábellel, Danával, Totóval és Lutrival.